Idén bajnoki cím és kupagyőzelem a Békés Csaba női röplabdázójaként, ezüst a Mevza Ligában, amit most a Digisporton láthatnak egyébként. Kijutása a válogatottal vezéregyéniségként ismét az Európa-bajnokságra. A szurkolók és a szövetség egyaránt Szakmári Grétát választották az év női játékosának. Hát őt kapcsoljuk most, Gréta van velünk, szia, jó reggelt kívánok! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Grét, azért erre lehetett számítani, nem volt számodra igazi meglepetés egy ilyen ütős év után az elismerésed? Hát igazából meglepődtem, mert azért nem gondoltam bele, hogy tényleg engem fognak választani. Nagyon sikeres év mögött állunk, mint csapat válogatott szinten is, bérese szinten is, és én ezek szerint egyénileg is. Az biztos volt azért, hogyha így gondoltál rá, hogy az évjátékosa az csak Békés Csabáról kerülhet ki? Őszintén annyi minden történt az évben, és olyan folyamatos meccsek alatt voltunk, hogy tényleg nem gondoltam rá, hogy most jön az évzáró, és ki lesz az év játékosa, illetve csapata. Szóval így ezzel meglepetésként ért. Nem volt időd ilyesmin gondolkodni, annyit kellett játszani. Na most nézzük meg azt a verziót, hogyha viszont most van egy pillanatot gondolkodni, és hogy a királynő az kit választ udvarhölgyének, tehát te kire szavaztál volna, hogyha szerényen magadra nem lehet? Hazai szinten nagyon sok jó játékos volt, és akik részt vettek, ugyanígy tudnék mondani Tála Zsuzsannát például, mint a feladónkat, hiszen ő is itt volt a BRS-ében, végig a válogatottban, ő is több éve ott van, és együtt értük el tényleg a sikereket. No, a közönségdíj az legalább ekkora meglepetés volt számodra? Mert hát ugye kétfajta elismerésről beszélünk, egyrészt a szurkolókéről, másrészt meg ugye a szövetség, a szakmai oldal is egyaránt téged látott a legjobbnak. Hát, igen, a közönségdíj az tényleg még egy pluszt adott, hogy nagyon jó úton haladok, és jó munkát végzünk, hiszen azért nem mindegy, hogy most milyen egy játékos. Jó, nyilván nem csak a játékosnak, hanem a alapjáraton a csapatnak szurkolnak, de az, hogy a közönség is megválasztott legjobb női játékosként, ez tényleg még egy pluszt adott nekem, hogy még többet kell dolgoznom, hogy még jobb legyek. 2016-ban mit tartasz a legnagyobb sikernek, sikerednek? Természetesen csapatszinten a Magyar Kupa Magyar Bajnokságot, válogatott szinten az, hogy újra kijutottunk az EB-re, és megmutattuk, hogy a 2015-ös nem csak egy véletlen volt, mert sokan annak tartották, hogy nagyon jó csoportba kerültünk, jó sorsolásunk volt. Szerintem ez hatalmas eredmény, hogy kétszer egymás után kijutottunk az Európa Bajnokságra. Személyesen neked melyik volt idén a legjobb meccsed? Nagyon sok jó meccs volt, de tényleg ez az Európa-bajnokságra kijutás a románok ellen, ugye a pótselejtezőben. Úgyhogy mondhatjuk, hogy 4-0-ról fordítottunk, és aranyszedbe diadalmaskodtunk. Az szerintem azt senki nem fog elvenni tőlünk, és az egy nagyon-nagyon szép emlék marad. Ahogyan mondtad, a válogatott ismét kijutott az Európa-bajnokságra. Ez most már szerinted mindenképpen azt jelenti, hogy visszavonhatatlanul erős és erősödőben van a magyar női röplabda, vagy ha az utánpótlást nézed, a hátországot, akkor azért a ti generációtok után megint lesz ok aggodalomra? Nem, egyáltalán nem tartom annak, hogy aggodalomra bármi okunk legyen. Nagyon sok jó fiatal játékos van. Meg is mutatkoztak most itt az utolsó hónapokban. Például a Villám Lilla, a Pintér Andrea, Takács Dorati, és még nagyon sokan mások, akik nem voltak ott a válogatottban. Vannak utánpótlásaink, akik majd egy idő után nyilván fogják pótolni azokat a nagyszerű játékosokat, akik esetleg már nem lesznek ott a válogatottban. Ami nem volt a végére örömhír, ugye a Siker Kovács belga kapitány elhagyott benneteket. Véleményeztél-e már lehetséges utódjelölteket? Mert hogy arról volt szó, hogy a játékosok véleményét is kikérik. Természetesen a szövetség felől megkaptuk ezt a lehetőséget, de viszont még nem tartunk ott szerintem a szövetség felől sem. Nyilván meg fogják hirdetni, úgymond ezt az állást, ezt a pozíciót,
de mi még nem kaptunk róla információt. Nyilván szerintem, ahogy meghirdetik is, tudják, hogy milyen edzők fognak szerepelni. Ugye nagyon sokan játszunk külföldön, nagyon sok mindenki ismeri a külföldi edzőket, szóval mindenféleképpen meg fogják kérdezni, hogy kinek mi a véleménye. El tudnád-e képzelni szövetségkapitánynak klubedzőtöket, a szerb Saša Nedeljkovićot? Igen, el tudnám képzelni. Saša egy nagyon képzett edző. Én nagyon sokat fejlődtem mellettem. Nagyon sokat fejlődött a csapat is. Szerintem ő ismeri a magyar mezőnyt, és képes lenne egy nagyon szuper csapatot összeállítani az EB-re, illetve a BB sorozatokra és a World Grand Prix-re. Ugye Saša Nedeljković kapta ugyanezt a elismerést edzőként 2016-ban, amit te játékosként a nőknél. Még róla néhány szót, milyen edzői filozófiával emelt titeket itthon a többiek fölé? Ezt te hogyan látod a játékosaként? Hát ő is egy kicsit mást val, mint a hazai edző, vagyis nekem teljesen más jött le. Ugye ő szerb származású edző, nem feltétlenül emiatt, hanem amit ő is tanult, és az elmúlt 20 évben ő tapasztalatot, amit összeszedett. Ő nagyon, hát sokat vár el az embertől, de nyilván ennek megvan az eredménye. Nagyon erős fizikai és labdás edzéseink vannak természetesen, de tényleg ez kell a sikerhez. Én nagyon örülök, hogy a játékosa lehetek tényleg, és próbálom a legtöbb tudást magamba szívni, mondhatjuk így is. Bajnoki cím és kupagyőzelem után mik ebben az újabb szezonban, a felénél járunk, a célkitűzései a klubcsapatodnak? Mi az, ahol még erősíteni kell? Hát ugye már szóba hoztuk ezt a bizonyos MEVZA ligát, ahol tavaly a döntőig jutottatok, de az elsőség nem lett meg. Igen, sajnos nem jött ki a csúcsforma a döntőre, hiszen voltak nagyon fontos mérkőzések amellett is. Azt nagyon sajnáljuk, mindenféleképpen hajtunk ismét a döntőbe jutásba az idén. Ugyanúgy még ugye lesz egy MEVZA fordulónk a két ünnep között. A Magyar Kupa és a Magyar Bajnokság az nagyon fontos számunkra, ugyanúgy, mint tavaly. Azt ismét szeretnénk az aranyat elhódítani, vagyis illetve megtartani. Nemzetközi szinten ugye a BL selejtezőkből kiestünk, így a CEF Kupába menetelünk tovább, és ott is minden jobb helyezést szeretnénk elérni. Tegnap volt az ellenfelünk mérkőzése, így kiderült, hogy a Pazovával fogunk játszani majd a következő CEF Kupában, szóval van mire felkészülnünk. Az említett MEVZA ligában most itt mint egy visszavágási lehetőség a tavalyi döntőbeli vereségért. A Ljubljana lesz majd a következő. Most ti vagytok az esélyesek? Ugyanúgy erősödött a Ljubljana is. Ugye a plakátunkon a revansz szó szerepel. Szeretnénk megtorolni azt az ezüstérmet, hogy nem sikerült az aranyat megszereznünk. Nagyon kíváncsi vagyok tényleg, hogy milyen mérkőzés lesz, mi a legjobbunkat fogjuk nyújtani. Az nem vitás az eredmények alapján sem, hogy a Békés Csaba kiemelkedik a hazai mezőnyből, mégis tovább erősítetek. Anna Nazarenko már játszhat az évvégi kupa meccseken? Még nincsen biztos információm arra, hogy neki megvan-e minden papírja e felől. Ugye az edzéseket elkezdte, igyekszik beilleszkedni a csapatba. Majd azt, hogy ő mikor lépett pályára, azt majd láthatják a nézők. Addig még sok minden történik, mert itt az említett MEVZA mérkőzést mintegy körbeveszi a Vasas Óbuda elleni bajnoki, illetve majd a MEVZA kupa meccsetek. Úgy látod, hogy ebben az évben is ez várható 2017 tavaszán is, szóval a Vasas az első számú hazai rivális? Természetesen több csapat van itt az 1-4 között, de igen, most még a Vasasán nem játszottunk, szóval úgy mondhatom, hogy most ő a legnagyobb riválisunk. Még ellenük nem sikerül, nem nyertünk, hiszen nem volt mérkőzésünk. Ugye ma utazunk fel majd a Vasasra, ma lesz egy fontos mérkőzésünk, utána találkozunk két ünnep között a MEVZA fordulóban is.
meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény. Hát igen, először egy parázs bajnoki este ma velük. Ennek a Békés Csabának ilyenkor is idegenbe utazott, csak a győzelem az elfogadható? Természetesen. Gréta, és végül azt mondnak, hogy ha már a Mevzáról beszélgettünk, és a Mevza meccseiteket láthatják a nézők itt a Digisporton, a Final Four-t ezúttal majd a Békés Csaba rendezi. Már csak ezért is az arany lehet a cél a tavalyi ezüst után? Igen, Baran Ádám elnök úr szerette volna, hogyha ez a külföldi torna, ez nálunk végződne, hogy mi tudnánk megrendezni. Felhívta rá a figyelmünket. És igen, hogyha már hazai pálya, akkor mindenféleképpen az aranyra hajtunk. Gréta, köszönöm szépen, hogy velünk voltál, és akkor kívánunk neked legalább ilyen sikeres 2017-et is, ahogyan ez az esztendő sikerült. Köszönöm, szia! Én is köszönöm, sziasztok!